30 évvel ezelőtt tartották az első szabad parlamenti választásokat Romániában. Mintegy 15 millió állampolgára szavazással jogosultak 86%-a vett részt a választásokon. A Magyar Érdekvédelmi Szervezet, az RMDS a voksok 7,2%-át kapta. A rendszerváltás utáni eufória az első szabad parlamenti választásokon is érezhető volt, az egypártrendszer megszűnését követően tucat számra jöttek létre a politikai formációk. 1990. május 20-án 27 pártot szavaztak be a parlamentbe, de ez mégsem jelentette a régi rendszer azonnali és teljes megszűnését. Az utód párt, a Nemzetmegmentési Front mindenképpen hatalmas helyzeti előnnyel indult. Egyrészt olyan struktúrája volt, olyan hálózata volt, amely ismerte a régi rendszerből a különböző lehetőségeket, tehát helyzetelőnnyel indult, illetve a média felületeket is, azt a keveset, amivel akkor Románia bírt, azt uralta, és azokat akár manipulálni is tudta. Az 1990. május 20-ai választásokat követően a parlamentben a második legnagyobb frakció az RMDS-é lett. 29 képviselői és 12 szenátori mandátumot nyertek. A szövetségre több mint 1 millióan adták a voksukat. Abban a kampányban nagyon sok értelmiségi részt vett. Az nem csak egy szűk szervezeti apparátusnak volt a kampánya, hanem hát ott nagyon-nagyon sokan mellettünk voltak, Erdély szerte is, itt Marosvásárhelyen is, Maros megyében vállalták azt, hogy járnak faluról falura, ilyen választási fórumokon vesznek részt, tehát igazán megmozdult mindenki, miközben nem tudtuk, hogy mi vár ránk Bukarestben. Az első szabad parlamenti választásokat kísérő hatalmas elvárásokat a következő években nagy kiábrándulás követte. Az 1992-es szavazáson már csak a felnőttkorúak 76%-a vett részt, de ezt a részvételi arányt sem közelítették meg azóta sem, egy választáson sem.